sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az egynapos zen zárótanításán. Recitáljuk el az Om Nam mantrát, ami a tiszta univerzum mantrája, 7-szer.
bevezető után van valakinek valami kérdése? Jó volt. Nos, ez az, hogy az, hogy mi megettük az almát, mi éreztük, hogy nedvdús, hogy savanykás, hogy édes, hogy finom, hogy friss, az a mi tapasztalatunk volt. A zen, az a közvetlen tapasztalás útja. Tehát hiába mondom el neked, hogy jó volt, hiába mondom neked, hogy rossz volt, hiába mondom almaszerű, főleg, hogy még nem ettél volna mondjuk almát életedben, inkább én kérdezném meg ilyenkor, hogy jó volt. Mi volt, amit te elképzeltél? Mi volt az, ami neked ez az elképzelt kis performance? Mit indított el benned? De mindegy is, mert az én tapasztalatom, te akkor fogod ezt megtudni, hogyha te is megveszel egy almát. Egyéb kérdés? Neked máshogy volt finom, mint nekem? És neked? Tényleg kérdeztem egy csutka. Amíg egy kis csutka. Nem kérem. Én is sem köszönöm. Két sártehén birkózik, az óceán mélyére esnek, nem lehet tudni, ki nyert. Mondaná rá az elhagyomát. Én megettem a magukat is, Ádám nem ette meg a magukat. Szomszán Temeste egyik tanításában, egy híres tanításában pontosan egy almához hasonlította a világot, egy almához, aminek ugye, amíg kommunista, kapitalista blokkra volt, az egyik a zöld volt, a másik piros, aztán eltűnt ez a kettősség, és az egész alma megérett, eltűnt tulajdonképpen konkrétan a kommunizmus, úgy ahogy, nem teljesen, de azért eltűnt. Viszont az alma területén kis szigetek jelennek meg, ami már a rothadásnak a jele, és előbb-utóbb az egész alma el fog rothadni, mert fenntarthatatlan. Ez a fajta hozzáállás, amit a környezetünk és a világgal tanúsítunk. Viszont az alma közepén ott vannak a magok. És választhatunk, hogy a magok akarunk lenni, vagy a romló hús, a külsőségek akarunk lenni. Elhangzott ma reggel egy olyan kérdés is, hogy mi az, hogy én érzékelem a teret? Mi az, hogy tér? És hát bizony, tehát ahhoz, hogy mi itt megegyünk egy almát, ahhoz valakinek el kellett ültetni valamikor egy fát. És valamikor az az ember, aki elültette a fát, egyértelműen nem magának ültette, vagy nem csak magának. De régebbi időkben, amikor egy várúr elkezdett építkezni, szinte biztosra vette, hogy nem saját magának építi azt a várat, vagy ezt a házat. De manapság a nagyon impulzus, kattant világban azonnal akarunk, mindent akarunk, és most akarunk. És elfelejtjük, hogy bizony ahhoz, hogy a termés és a teremtés megtörténjen, néha időre van szükség. És az idő, ez nem olyan sok, főleg egy ember öltön belül. És azért nem mindegy, hogy minden pillanatunkat hogyan töltjük ki. Viszont a tér az, amiben mi sejtről sejtre teret hódítunk, helyet foglalunk, és utána az érzékszerveink téren keresztül érzékelünk. Azt, hogy a padló barna, azt azért látom, mert benne van a térben. Azért, mert egy illatot érzek, az is benne van a térben. Az a fényt látom, az is benne van a térben. Ha sötét van, az is benne van a térben. És ezzel, hogy érzékeljük a teret, ezzel csak egy kiinduló pontot akarunk ahhoz, hogy a gyakorlat, ami ezekből az apró, pici érzetekből, észlelésekből tevődik össze, amit elvileg mindenki tud, de ahogy gyakorlunk rájuk, hogy nem tudunk semmit. Viszont ez, hogy nem tudjuk semmit, ez a nem tudható, ez megnyitja a kaput arra, hogy valami újat érzékeljünk, valamit lássunk, úgymond, ami nem látható, nem hallható, de mégis érzékelhető, mégis felfogható, sőt, ez az, ami lát bennünk. Ez az, ami mindig ott van. És ezt keressük, erre való a gyakorlat.
Tehát, hogy visszatérjek erre a kérdésre, hogy mi ez a térérzékel, és talán egy picit közelebb itt ez a pici levezetés ahhoz, hogy mi is, amikor csak ülünk és érzékeljük a teret. Na, de egyéb kérdés van. Nekem erről az jutott eszembe, hogyha közbeszólhatok, hogy ha már megettük az almát, hogy nagyon érdekes az, hogy ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélünk, hogy térérzékelés, meg hogyan lehet a pillanatba visszatérni, meg hogyan tudunk az észlelésről beszélni, vagy nem beszélni, mi van a jón és rosszon túl, ahhoz, hogyha hihetünk egyes hasonlatoknak és legendáknak, vagy mítoszoknak, de régiek mindig képekben és történetekben beszéltek, akkor ahhoz meg kellett tennünk egy almát. Annó. Az a bibliai történet, amikor ettünk a jó és rossz tudásának fájáról, a felhasználó barát almát, és ez sokan sok módon értelmezték már ezt a képet. Ugye régiek azért használtak általában képeket, mert ha érted, akkor az egy nagyon sokrétű dolgot fejez ki. Egy kicsit az allegória metafora az mindig több, a művészet mindig több, mint mondjuk egy ilyen tudományos pontos definíció. Sokkal több rétege lehet, de megnézzük akkor igazából ez a pillanat. Lehet mondani, hogy az otthonból való kilépését, a szülői ház elhagyását szimbolizálja az ember emberiség történetében. Tehát szoktuk ezt mondani, hogy bűnbeesés, és akkor kivetettünk a paradicsomból, és akkor valamit le kell dolgoznunk. Nagyon hasonló ez ahhoz, amikor gyerekek vagyunk, és akkor jó esetben ott van mind a két szülőnk, és gondoskodik rólunk, és csak játszhatunk szabadon, gondolatul. Aztán egyre több felelősség tevődik ránk, azért még mindig az iskolába úgy megyünk el, hogy igazából tanulnunk kell, és aztán jó esetben a szülők várnak ebéddel, meg gondoskodnak rólunk, de aztán eljön az a pillanat, mostanában már ez inkább ilyen 30-40 fölött, vagy 50 fölött, amikor el kell hagyni a szülői házat, és akkor az bizony kellemetlen, mert rá romlik az emberre a felelősség, hogy magának kell megkeresni a pénzt, magának kell ellátni a magát, esetleg saját családot alapítani, és persze ez sok szépséggel jár együtt, de sok nehézséggel is. Ugyanígy az emberiség történetében, amikor ki tudtuk azt mondani, hogy ez jó, az rossz, megteremtődött annak a lehetőség, hogy mi magunk alakítsuk a teret. És alakítjuk is. Ha megnézitek itt ezt a dharmatermet például, itt ülünk benne, ha nem gondolkodnánk, és nem lenne elménk, akkor nem lenne ez a terem. Mert teljesen jól ellennénk azzal, hogy itt lennének ezek a fák a völgyben, lehet, hogy kiülnénk a fűbe meditálni, de lehet, hogy még azt sem csinálnánk meg, de valakinek a fejéből kipattant, hogy kell egy ilyen szép épület, amit gyakorolhatunk, és milyen jó, hogy van, mert lenyugtatja az elménket, sokkal könnyebb itt elmélyülni, pláne, hogyha még csak most kóstolgatjuk a zen, mint hogyha egy cseppeli elhagyott gyár valamilyen csúnya részén kezdenénk el gyakorolni. De, hogyha látjuk ezt, hogy így megy ez a folyamat, hogy elhagytuk a paradicsomot, belekerültünk úgymond a felnőtt életbe, akkor hova van tovább? És igazából ahogy az életünkben is, megpróbálhatunk visszamenni a gyermekkorba, de az nem szokott jól sikerülni. Ugyanúgy a paradicsomba is nem tudunk visszamenni, nem tudunk visszamenni úgy abban az állapotban, hogy már meggondolkodjunk, de előre viszont mehetünk. És az előre az, amit minden hagyomány tanít, hogy meghaladd ezt a gondolkodást. Hogy ne a paradicsomba, hanem a keresztény analógiával menjünk, a megváltás irányába menjünk, hogy megváltsuk magunkat és másokat attól a abszolút értékű szküllától és szkarjúdisztől, jótól és rossztól, megvilágosodástól és szenvedéstől, amit úgy hisszük, hogy van. És akkor nagyon tisztán megnyilvánulhat az a lényeg, ami mindannyiunkat segít igazán felnőttnek lenni. Amelyet
Meg átélhetünk akkor például, hogyha tisztán halljuk a hangot. Tisztán látjuk ezt a botot, és halljuk a hangját. Hol van a paradicsom? A te fejedben. Itt van. Szalad a kutya a csont után. Ahhoz tehén ennen nézek a bútorát. Amikor ezt a pillanatot, ezt a hangot hallod, akkor megszűnik a térbeliség, és ugyanakkor a pont kiterjed. Nincs akkor, nincs ott, mindig a paradicsom valahol ott van. A boldogság valahol ott van. Majd akkor leszek boldog, vagy akkor meg megint ilyen leszek. És ez tulajdonképpen a felelősség hárítás. Mindent. Honnan tudjuk, hogy ott lesz valami, akkor most miért gyűjtjük meg a bajunkat azzal, hogy paradicsomról meg pokolról lesz, hogy ez van. Mit teszünk ezzel a pillanattal? Ebben a pillanatban mit ültetünk, ugye? Ebben a darabteremben mit ültetünk? És mit teremben belőle? Ez a fontos. Kérdés? Én gyakorlapukaként három kisfiúnak vagyok, az édesapja is hát egy órán van gyakorolni nap. És nekem az alfa hagyomány az a meditáció, én ezért kezdtem az ember is ismerkedni, mert meditálni kezdtem át. Viszont többször elhangzott és darabbeszédekből is hallom, hogy ugye a lebondulás éneklés is a meditáció hármasság, ugye egy óra alatt ez körülbelül kivitelezhető. Én nem is kezdtem ezt otthon csinálni, de utána nem tudom miért visszatértem a kétszer fél órás meditációba. Az a kérdés, hogy van-e különbség a kettő között, hogy melyiket ajánlálnátok inkább, melyiket érdemes csinálni inkább. Köszönöm. Valószínűleg a gyerekek ellátnak elég dinamikus meditatív feladattal ahhoz, hogy ne kelljen olyan sokat repetzölnöd. Amikor a gyerek elkezd az árszéléről szép lassan lelépni, akkor nincs nagyon idő arra, hogy átelemezd a helyzetet. Tehát olyankor jelen kell lenni. A gyereknél is eleve egy nagyon komoly gyakorlat legtöbbször jelenlét. És hogyha neked az üdvmeditáció az, ami főleg a, mondjuk gyerekek mellett lehet, hogy egy picit vágysz, egy picit mozdulatlanság, egy picit nyugalomra, olykor, akkor azt csináld. Hogyha az neked bejön, akkor teljesen oké. De úgy érted, hogy miért csináltam ezt, és az sem baj, tehát. Csak csináld. Az a fontos, csak csináld. A gyerekeket bevonhatod, természetesen attól függ, hogy hány évesek. Tehát nagyon kis gyerekeknél igazándiból, amit te tudsz nekik adni, az, hogy lehessenek gyerekek. Játszhassanak, amilyen szinten éppen vannak, kezdjék látni a világ okokozati viszonyait. Ezt lehet nyilván először játékosan, aztán egyre komolyabban. Nem feltétlenül kell valami olyan gyakorlatot rájuk erőltetni, amihez még nem biztos, hogy közük van. Mondok egy példát, még emlékszem magamnál, mert nem voltam gyerek, de még tínédzser, 10 pár éves, és 15-16, és akkor az egyik barátom mondta, hogy nagyon kezdtünk ilyen filozófiai iránt érdeklődni, és akkor mondta, hogy olvass a Kalmas Bélát. De az nagyon jó. Jó, hát akkor én megvettem a Sciencia szakrát, és akkor emlékszem, elkezdtem olvasni, és kifejezetten megvan az a pillanat, hogy tetszett, tehát lenyűgöző volt. De amikor ott jött az a rész, hogy az egót meg kell haladni, meg elemezte a hagyományokból ezt, hogy az énség, az mulandó, és akkor ezt meg kell haladni, meg félre kell tenni, most is vissza tudok emlékezni, hogy kifejezetten nem értettem. Nem értettem, hogy miért kellene félre rakni a vágyat, meg a gondolatokat, meg egyebeket, de egy utólag visszagondolva, hát még nem voltam túl azon a lépéseken, hogy egyáltalán még a személyiség teljesen kifejlődjön. Tehát kifejezetten emlékszem erre, hogy nem értettem. Úgyhogy az biztos, hogy a hagyománynak ez az absztraktabb oldala, ez nem kell a gyerekeknek. Ez kicsit olyan, mint a
a gyógyászat, hogy hasonlót hasonlóval, mondjuk keleti gyógyászatban, ami van, hogy amilyen természetű a betegség, olyan természetű a gyógymód is. Itt már bonyolult gondolkodású felnőtteknek kell beszélnünk ki erről, hogy meghaladás, meg ego, meg stb. Mert egyszerűen már bonyolult a gondolkodásunk, és akkor abból kell volt visszahozni. Egy gyereknek lehet, hogy egy éneklés például egy idő után az jó lehet. Nagyon sok ilyen példát hallok, hogy együtt énekel anyukával, és akkor tetszik neki, el tudja már mondani, hogy tudja, hogy mi az, énekel. A gyerekek nagyon szeretnek ilyen éneklés, meg ami érzelmileg csatolódik, kapcsolódik hozzá, de elsősorban akkor teszel a legjobbat, ha te anyukaként ott vagy, és adsz nekik szeretetet, odafigyelést, és aztán engedheted az útjukon őket, aztán amikor érkezik az idő arra, akkor az anyaságnak egy nagyon fontos része az is, hogy mint ahogy amikor az ember megszüli a gyereket, én már csak tudom, hogy ki kell a testből engedni azt a gyereket, ez nehéz. Nehéz. Anyának hívjuk, ó, Ádám magad. El tudom képzelni, hogy milyen lehet, élénk a fantáziám. Tehát ugyanúgy, ahogy a testből kiengedjük, utána a házból és a otthonból is el kell őket engedni, és aztán akkor majd visszajönnek szeretettel. Aztán, hogyha láttak tőled egy jó példát, és látták, hogy hát anyuka gyakorolt valamit, és akkor lehet, hogy mindig ezért vár érdelűsen, és megkínál finom a legkedvenc ételemet csinálja, amikor hazajövök, és akkor lehet, hogy kérdeznek. De gyereknél, de később is, igazániból az a jó, amire hogy magunktól találunk rá. Tehát a legrosszabb, amit tehetsz bármivel, de mondjuk például egy könyvvel, hogy kötelezővé teszed, hogy kötelező olvasmány. Tehát, hogyha az, akkor biztos, hogy nem olvasod el. A tiltot talán. A tiltot az jó. Az jó. Tehát, hogy esetleg, hogyha olyan jellegű a gyerek, akkor lehet, hogy nehogy zengyaforoljál, csúnya dologba az el, és akkor biztos, hogy kipróbáljad. Lehet ilyen paradox terápiát esetleg alkalmazni. De térjünk vissza a komolyság mezeire. Szép és jó példa, és szeretet, hogy legyen nekik jó, egészséges személyiségük, ami olyan szép, finom és kellemes, mint az a zöld a hama volt. És akkor utána majd, hogyha rátalálnak akkor a gyakorlatra, akkor az jó. Akkor az is jó lesz. Szívesen. És ellentmondást szeretnék, hogyha olyan világi tanalalai költök számomra. Ez pedig a Szívszutrában van ez a nincs mit megvalósítani rész. De hogyha nincs mit elérni, nincs mit megvalósítani, akkor igazából mi az, ami viszont motiválnia kéne mondjuk a bárkit azért, hogy gyakoroljon? A Szívszutra ugye azzal kezdődik, hogy a valókit és varagót hizatva a mélynek való bölcsességben időzvén látja. Kettős pont. Stb. Hogy igaz természetében az 5-30-es, stb. Felsorol egy csomót, hogy nem ez, aztán, hogy mi. Ez, tudtam, a hindu hagyományban van ez a neti-neti, ez sem én vagyok, nem azonosulás a dolgokat, semmi, nem azonosulunk semmire, sem megvalósításra, sem megérkezéssel. Szóval az ember azt mondja, hogy ne hozz létre semmit. Hogy miért ne hozz létre semmit? Azért, mert az mi sem az lesz, amire te vársz. Tehát ezektől kell megszabadulni. És utána pedig a tátalmaszi, ami azt mondja, hogy el is én vagyok. És ez egy borzasztó nagy paradoxon. A paradoxonok általában így szépen a racionális tudatot így szétlődik, és amikor a racionális tudat szépen megpihen, vagy ledobja a szíjat, akkor jön általában az igazság. Akkor a padló barna, az ég kék, szomjas vagyok, iszom, kényes vagyok, eszem, és kész. És ez, hogy te ezt a kérdést feltetted, hogy hogyan, na tartsd meg ezt a kérdést, és ez már motivál. Tartsd meg ezt a nem tudó tudatot. Mi van? Mi ez? Látom, érdekel. Tartsd meg ezt az érdeklődésedet. Megnap gyakorlózok ezt a kidó, a
egy órás énekés. Az a kérdésem, van-e kapcsolatos álmodizmus nőközelni közöttet? Nagyon jó a kérdés. Egyrészt a kiíró gyakorlattal kezdeném, hogy mi is ez. Aki tegnap ott volt, és jelen volt, az tapasztalta, de a szó maga, kiíró, ez koreai, a do az mindig utat jelent, a ki pedig a chi, vagy energia, az energia útja. Tehát amikor nagyon hosszú ideig éneklünk hangosan egy mantrát, az nagyon fókuszálja a tudatot, fókuszálja az energiát, egy-egyűvé tesz, és kicsit olyan ez, legalábbis tegnap nekem az jutott eszembe, mint amikor berakjuk a szennyest a mosógépbe, és akkor az mindenféle programon fölmelegíti, rányomja a mosószert, rányomja az öblítőt, aztán kicentrifugálja, és hogyha ezen mind átment a ruha, akkor ki lehet rakni száradni, és na, az közben nagyjából az, amikor kirakod száradni a ruhát, az a ülés, meditáció, de az, amikor centrifugálod és kimosod, az meg úgy a kiidó. És hát erre rá lehet erősíteni, ezért használtunk tegnap a moktak mellett még gongot is, meg dobot is, hogy még erősebb legyen ez a hatás, még könnyebb legyen egyé válni ezzel. Ős idők óta minden hagyomány használ valamilyen zenei eszközt, ritmus eszközt, hangkeltést, zenét, mert ez más módon is hat ránk a rezgés által, egyszerűen fizikálisan elindulnak bennünk olyan folyamatok, amik segíthetik ezt a fajta elmélyezést, vagy tisztulást, ha úgy tetszik. Konkrét kérdésedre visszatérve, például Koreában is van ilyen sámanisztikus hagyomány. Együtt létezik a buddhizmus mindig minden hagyománnyal, ami ott az adott országban jelen van. Tehát ez a természetéből fakadat annak, hogy nem egy olyan jellegű hagyomány vagy vallás, ahogy tetszik, ahogy szeretném nevezni, ami úgy oda megy és akkor ráoktrojálja a maga formáit, hanem hoz is formát, de át is vesz abból, amit használ, és akkor úgy szervesen evolválódik a hagyomány, úgyhogy a lényege ugyanaz marad. Úgyhogy Koreában is szoktak ünnepekkor, egyéb alkalmakkor dobolni. Biztos vagyok benne, hogy érte ilyen hatás is a zen. Vagy például ott van a nagy dárani, amit minden nap éneklünk. Erről is tudni lehet, hogy ennek az eredete jóval korábbi, mint a zen. Ilyen jellegű dárani, ilyen jellegű mantra a hinduizmusban is volt, ez is bekerült a hagyományba, és énekeljük. A lényeg mindig az, hogy az eszköz az mit idéz elő, hogy hova jutunk által. Igazániból tényleg az a lényeg mindegyik technikánál, ha ütjük a padlót, ha tantienre fókuszálunk, ha leborulunk, ha mantrázunk, ha dobolunk, ha nem dobolunk, hogy vissza tudsz-e térni a gondolkodásból? El tudod-e engedni egy pillanatra ezt a egyféle látószöget, hogy én most innen így látom a világot? És megnyílsz-e a tér tapasztalatára? Ez a célja mindegyiknek. Az, hogy most hogyan közelít, az, mint ahogy az előbb is itt beszéltük, hogy amilyen természetű a betegség, olyan a gyógymód, más lehet a hatása. Például nekem személyes tapasztalatom az, hogy amikor édesapám meghalt, akit nagyon szerettem, és már zengyakorló voltam akkor, nem tudtam ülni. Egyszer nem tudtam használni a ülő meditációt, túlságosan szét voltam esve, de a kintózás, az éneklés az ment. És az, amit lehet az elmúltért végezni, ez a csicsangószer éneklés, de az összes többi is, az ilyen nehéz helyzetben nagyon segíthet, és ott tart, hogy meg tud élni úgy mondjuk a nehéz állapotot, hogy azért ne menjél rá teljesen, hanem úgy legyél jelen, hogy az a környezetednek is segítsen, és ne essél teljesen szét. Tehát, hogy ilyen szempontból lehet mondjuk egy kidózásnak az értelmét megtalálni. Sung San Zen Mester anno Amerikában csinált csak kidós, csak éneklős elvonulást, hogy szinte egész nap van szambószát énekeltek.
mert látta azt, hogy amikor elkezdte a tanítást, hogy annyira élénk gondolkodású, annyira bonyolult gondolkodású tanítványai vannak, hogy nem volt elég az, hogy csak ülnek. Ha egy szerzetesi hagyományt nézünk, amikor oda ért a szerzetes, aki már átment mindenféle próbán, már hántolt list, már mosta fel a padról fogkefével, vagy a nyelvével, vagy bármivel, már megtanult a szertartást, megtanult a szutrákat, vagy nem tanulta meg, tehát sok minden erőpróbán átment, na akkor beültették az étterembe, és akkor ha addig már túlélte, és már kitisztított magából annyit, akkor tudott ülni. És akkor lehet, hogy elég volt az, hogy csak ül. Itt így, ha világiak gyakorolnak, és munkánk van, és bonyolult Excel táblákkal kell dolgoznunk, akkor lehet, hogy más eszközhöz kell nyúlni. De végső soron nem mondhatjuk, hogy az egyik jobb vagy rosszabb. Más, és ha mondjuk bonyolult a gondolkodás, akkor jó lehet egy kidózás. Vagy nehéz az érzelmi állapot? Jó lehet a kidózás. Hogyha már teljesen kitisztítottad magad és szerzetes életet élsz, lehet, hogy bőven elég az, hogy ülsz, és azzal is el tudsz oda jutni, hogy a padló barna, az alma meg zöld. Köszönöm. Szívesen. A zen a sporttól nem tölt és fizikai állapottól függetlenül is elvégezhető bárki számára, vagy pedig előfordulhat, hogy valakinek marad csak a törekvése vagy motivációja. A zen tulajdonképpen nem létezik. Ezen most egy pillanatig talán nem gondolkoztunk. Tehát most ez a nem gondolkozó pillanat, ez vajon kortól független volt, vagy nem volt független. Az, hogy levegőt veszünk, hogy az ég kék a fűződ, az kortól független, vagy nem független. Tehát visszatérve a kérdésedre, bárki, bármi pillanatban gyakorolhat zent, és lehetőleg addig kezdjük el, amíg még testben vagyunk. És éppen ezért nagyon körülök, hogy ilyen sokan eljöttünk egy napon zenre, mert ugye testben így lehet, megvan ez a szabadság, ez a luxus, és ez a, lehet ezt áldásként is, és átokként is értelmezni. De legjobb, hogy úgy értelmünk, ahogy van. Itt ülünk, beszélgetünk, ez zen vagy nem zen? Köszönöm. Ha azt mondod zen, hiba, ha azt mondod nem zen, az is hiba. Csak beszél, csak légy jelen, csak tedd, valaki éhes hagy enni, valaki szomjas hagy inni, ha éhes vagy tegyél, ha szomjas vagy igyál, nézd meg, hogy hogyan okozhatsz kevesebb szenvedést magadnak, és hogyan segíthetsz embertársaidnak, és hát azt hiszem, hogy ezeket kortól függetlenül lehet gyakorolni. És ezen kívül pedig bármiből lehet gyakorlatot csinálni. Az, hogy mi ülünk, az, hogy leborulunk, az, hogy éneklünk, az egy ilyen tömörített, laboratóriumi, tréningszerű kivonata annak, ami egyáltalán nem lenne különleges egyébként. Nem kéne, hogy különleges legyen. Ami a mindennapokban, amikor sétálunk az úton, amikor bevásárolunk, amikor gyereket nevelünk, amikor dolgozunk, minden pillanatban jelen lehet lenni, és helyesen lehet látni a szituációt, helyesen teremteni a kapcsolatot, és helyesen cselekedni, helyesen együttműködni. Csak ahhoz vissza kell jönni ide. És ezt életben, az életben ezt a pontot sokszor magunktól nem keresünk, nem is veszük észre. Ez sokszor egy trauma kell érje az ember, sokszor valami sok kell érje, valami nagy fájdalom, mert sajnos nagyon nagy fájdalom volt tanulni legtöbbször. Akkor jövünk rá, hogy valamit kellene tenni, amikor már ötödször töröltök fel a betont. Ugyanabban a szituációban valahogy csak belementünk újra meg újra. Azt hittük, hogy tudjuk, azt hittük, hogy mi majd jobban tudjuk, de nem. És akkor valamiféle módszert keresünk arra, hogy ezt meghaladjuk. És itt a Zen templomban ezt a módszert, ezt az eszközt próbáljuk átadni az embereknek, nektek, és
nagyon jó volna, hogy ezt a hétköznapokban tudnátok kortól függetlenül használni. Bármikor, bárhol. És saját magatok és embertársaitok javára is. Én ezt a munkám során tapasztalom folyamatosan. Tehát én nekem a munkám az, amikor abszolút el tudom engedni az érzelmeimet, a gondolataimat, és 100%-osan tudok koncentrálni az éppen aktuális feladatra, akkor én szerint gyakorlok a munkám során. Mi a zen, mi a nem zen? Tehát ha a munkám során el tudom érni azt az állapotot, hogy megszűnik a személyen, és csak egy cél motivál. Önfelett vagy. Igen, tehát semmi, mindent itt tudok zárni. Azt, hogy milyen hangulatra jöttem be, az minden otthoni dolgot, mindent. Tehát, hogy, és ez a bíró, amit tart az aktuális feladat, és utána jön az összes. A Szungszád zenmester többféle tudati funkciót emlegetett, amit szoktunk emlegetni itt is a tanítások során. Beszélt arról, hogy van az a tudati működés, amikor akarunk valamit, amikor létrehozunk valamit, amikor ragaszkodunk ahhoz, amit létrehoztunk, amikor fönntartjuk azt, amit létrehoztunk tudatilag, és aztán van az ötödik, amikor ellenőrizgetjük magunkat. Ezt nagyon gyakran csináljuk. Ez az elmének az egyik alaptevékenysége. Na most, amikor elkezdesz azon gondolkozni, hogy a munka meg a szabadidő azonos-e vagy különböző, vagy a szabadidő és a zen azonos-e vagy különböző, hogy zen gyakorlok-e, amikor a zen templomba vagyok, és nem zen gyakorlok-e, amikor dolgozom. Na, ha ezzel elkezdtél rágódni, akkor már kiestél a pillanatból. Ja, az a baj, hogy ez az ellenőrizgetés bekapcsol. Ha van egy tevékenység, amit szívesen végzel, mondjuk művészi tevékenység, vagy írás, vagy ez nagyon sokféle lehet, amire tényleg oda tudod adni magad, elengeded ezt az egészet, csinálod. Az azért jó, mert az egy tárgyas dolog. Valamilyen cselekvésbe elmerülsz. Vagy mondjuk például egy teaszertartást, aki megtanul, teaszertartásnak van egy módja, és akkor el lehet teljesen mélyedni, hogy finoman öntöd ki a teát, fröcsköl, hangja van, melegíted, letörlöd. Ez egész egy művészeti tevékenység, tehát ebbe az egészbe bele tudod tenni magad. És az segít az elmének egyé válni a pillanattal. Az a probléma, hogy nem mindig tudjuk ezt megcsinálni. Tehát ahogy mondod, abba hagyod ezt a tevékenységet, ott vagy úgy magaddal, és akkor nincs ilyen fókusza az elmének, és akkor elkezd randalírozni. A zen gyakorlás során, amikor leülünk, megpróbáljuk ezt a tárgyatlan éberséget kifejleszteni magunkba, vagy érzékenyíteni magunkat erre, mert ez úgy nem jön sokszor magától, hogy mi van akkor, amikor se külső dologgal, se tevékenységgel, se zenével, se munkával nem tudjuk magunkat lekötni, de mégis szeretnénk ezt a nem ragaszkodó, nem ellenőrizgető állapotot megtartani. És ez a művészet. Mert az elme jön, és elkezd ilyen majom módjára ide-oda ugrálni, kérni valamit, csivitelni, mint a madár. Hogyan lehet ettől szabaddá válni? És akkor a legdrasztikusabb módja ennek, hogy ülünk csöndbe. És akkor ott aztán minden rángorul, ami egyébként bennünk van. Mert nincsen tárgya. Vagy ugyanez van, hogyha elmegy az ember szórakozni, azaz még megnézel egy filmet, teljesen átadod magad a filmnek, nem gondolkodsz. De ott is van egy külső tárgy. Tehát ennyiben nehezebb a zen gyakorlás, hogy ezt a tárgyatlan éberséget ki akarjuk művelni magunkban, hogy ez a képesség is meglegyen, mert akkor szabadabbak leszünk mindenhol. És ettől még ugyanúgy egyé lehet válni a tevékenységgel,
Csak már esetleg az ember nem lesz annyira hajlamos rárakni ezt az ellenőrző elmét, hogy akkor most ez zen, vagy ez nem zen. Hogyha nem hozod létre a zent és a nem zent, akkor vagy igazán benne a folyásban. Azzal még nem akartam ezt mondani, mert ez túl paradox lett volna. Még úgy én mondtam. Még jó, igen. Kezdték terminológiákat hoztál az elején, és nekem az lenne ezzel kapcsolatosan a kérdésem, hogy mi a zen és a szabad akarat kapcsolata, hogy éljük ezen. Mert most azt élem meg, hogy ez az akarat nem szabad, és igazából ha akarat van, akkor ez már nagyon-nagyon rossz. Laudétul Jézus Krisztus. Nem gondoltam, hogy így mondod. Akarod-e a szentitet megtartani és igaz módon megőrizni? Szabadon kérdezted és ezt szabadon válaszoltuk? Vagy kötötted? Filozofikusan. Filozofikusan? Igen, ezen gondolkoztam. De filozófia szabad vagy nem szabad? A gondolat az szabad, igen. És te szabad vagy? Akkor érzem szabadnak magamat, amikor valahogy egyé tudok válni a környezettel. Nekem azért nehéz egy picit az zen, mert nagyon sokat a megnyugvásra koncentrál, nagyon sokat a mentelőségre koncentrál. A zen koncentrál erre, vagy te koncentrálsz el? Jó kérdés. A gondolataid és te azonos az különböző? Sokszor így is, mert sokszor úgy is érzem. Tehát sokszor felülről látom magam, hogy ott a kérdésem. Pokolból a mennyországba. Ott ütés át. Meg azt, hogy helyén való egy kérdés, hogy merjük megkérdezni. Iskolában, itt, közösségben, bármilyen cselekvés közben, hogy látjuk, hogy helyes a kérdés. Ez a kérdés helyes. Mikor tapasztaltál olyat, hogy nem helyes a kérdés? Mikor bizonytalanul kérdeztem, túl gondoltam, meg vannak bántó kérdések, mások napok. Elment az eszed. Egy pillanatra igen. Ne traumatizál, barna. A kérdés kinyitja a tudatot. A kijelentés, az, főleg a dogmák, hogy bezárják a tudatot. Kérdés általában van is az a mondás, hogy nincs rossz kérdés. Helyes kérdés, helytelen kérdés. A kérdés az egy nyitottságot feltételez. Az, hogyha a kérdés valakit traumatizál, az általában nem a kérdés vagy a kérdezőnek a sara, hanem az én, aki ezt úgy fogadta meg. A kérdés az egy nyitottság. Egyébként ez saját tapasztalatom szerint csoportkarma, mert tanítok az egyetemen magyar csoportokat, német csoportokat és néha hát angol csoportokat is, amiben nagyon sokféle nemzetiségű hallgató van. Messze a magyar csoportok azok, akik a legkevesebbet kérdeznek. Ülnek csöndbe, passzívan vagy félve. Például egy német csoport sokkal többet kérdez. Egy ilyen angol szász, meg közel-keleti, meg távol-keleti mix, az meg nagyon-nagyon sokat kérdez. Mert ő jön és befizette a tandíjat, és akkor ő azért van ott, hogy megtudja, amit akar. Tehát nekünk szerintem itt Magyarországon sokat kell ezen dolgozni, mert egyszer történelmi tapasztalat, hogy ne szólj szám, nem fáj fejed. Hát olyan rendszerekben, ahol
narcisztikus, egoisztikus irányítás van diktatúrákban, ott nem nagyon lehet kérdezni, mert akkor dőlne a rendszer, és akkor kész. De hogyha igazándiból normális életet, világot akarok építeni, akkor a jó kérdés az mindig kinyit, és jó tapasztalás és kapcsolódás lesz belőle. Egyébként mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a szorgalmi időszak van, hogy most kérdezzetek, mert most lehet kérdezni. Ha jön a vizsga, akkor már én fogok kérdezni. Az életben is így van ez, hogy addig kérdezz, és addig tanulj, és addig nyisd magad, amíg lehet, mert egyszer az élet fog rád kérdezni. És akkor már jó, hogyha van valami szilárd tapasztalatod, amiből kiindulhatsz, hogy hogyan is válaszolhatnál az élet nagy kérdéseire. Úgyhogy megkérdezni. Teljesen kezdőként, hogy építsem ezt be az életembe, mikor áll ez az egész, most minden reggel előtt írok át, honnan tudom, hogy jól csinálom. Már megint ellenőrizgetsz. Igen. No, tehát csak csináld. Ha csinálod, az pont elég. Nincs rosszul elvégzett gyakorlat, nincs jó elvégzett gyakorlat, nem elvégzett gyakorlat van, és elvégzett gyakorlat. Ugye, amikor lemegyünk a edzőteremre, általában azokat a géteket szeretjük használni, amiben meg is már jó vagyunk. Holott azokra lenne szükségünk már, hogyha ilyen analógia, azokat kellene erősíteni, amiben nem vagyunk jó. De nem azt jelenti, hogy most akkor kezdj el énekelni. Az, hogy kezdőként, ez meg nagyon jó, maradj kezdő. Minden nap kezd újra, mindig, minden pillanatban légy kezdő. Az ellen a kezdőszellem, a kérdések, a nyitás, ugye nem a dogmák és a kijelentések. Tehát, hogyha elkezded már magadat minősítgetni, hogy akkor most rossz, uram, bocsánat, az elkezded el minősítgetni, vagy hülyeség elhűzni, akkor megteheted, csak nézd meg, hogy mi lesz a következménye. Az, hogy hogyan tudnál beépíteni az életedbe, ha hajnalban felébredsz, és mondjuk akkor, hogyha akinek nem annyira tudni, hogy egy picike, a magyar szívszutra azért talán beleférni, 3 perc, egy idő után talán elkezd értelmet nyerni az értelmetlenséggel. De ha nem, akkor néhány leborulás, 30 perc ülés, és azt rendszeresen csinálod, akkor tapasztald meg, hogy ez milyen a napod akkor, hogyha gyakoroltál, milyen a napod akkor, hogyha nem gyakoroltál. Egy idő után ez így érezhető a különbség, hogyha abban hagyod a gyakorlást, hogy milyen minőségű lesz a napod. Ha nem érzed, ha úgy érzed, hogy nem adtad, akkor nem kell csinálni. Ha úgy érzed, hogy igen, akkor viszont, hogyha már ugye már nem tetted, meg nem tettél azt, hogy eljöttél ide, és legalább egy picit belekóstoltál, akkor viszont már a te felelősséged, hogy ezt a gyakorlatot végezd, és lehetőleg terjeszd ki a tevékenységedre. Tehát, mint mondtam, ez maga az ülőgyakorlat, maga a leborulás, az csak olyan, mint egy ilyen tűzcsiholás. Utána azt szépen át lehet ültetni ezt a tisztán látó, célszerű, tükörszerű, nem mozgó tudatot bármiben, ami szenved az életben, és valószínűleg, hogy kevesebb szenvedést fog okozni a környezetnek és magadnak, hogyha a gyakorlatodat megtartod. És gyere el közösségbe gyakorolni, az nagyon-nagyon sokat dolg. Igen, az, hogy ellenőrizgetni, nem ellenőrizgetni, ezt lehetőleg nem indítsd magad, de érdemes néha közösségbe eljönni, mert egyedül elítetünk bármit, zuhanás közben azt mondjuk, hogy repülünk, elítetjük magunkat, hogy nagyon-nagyon jól játszunk egy hangszeren, de mikor közönséggel járunk, azért kiderül az igazság általában, hogy mennyire megvan a középpont, mennyire csendes a tudat, vagy nem csendes. Tehát érdemes néha csekkolni a közösségben, valamint tanítóval, esetleg ugye a jelen esetben van interjúval, hogy miféle dolgok jönnek fel, jönnek meg, hol tartasz meg. Könnyen beveszél az ember magának, hogy énséget csinál a gyakorlatból, és az a legveszélyesebb, mert azt nagyon nehéz utána szétrobbantani, mintha már eljutottad magadra, hogy te Jézus vagy, és neked minden szabad, és most már te előtted, és mindenki hülye, csak a te nézőpontod az igaz. Vagy szintán csak elunod, nem akarod csinálni. Fárasztó, stb. Így, hogyha eljössz, akkor hát ott van, hogy látják a többiek, hogy nem jöttél be, és akkor az kínos, és bejössz.
akkor is, ha nincs kedved. És néha egyébként az a nehéz az egészben, hogy később is, hogy valamikor nagyon nem jó csinálni a gyakorlatot, és igazából akkor jó igazán csinálni, hogyha nagyon valamit megdolgoz benned, vagy eluntad, vagy elfásultál. És sajnos ez az a tapasztalatom, hogy nagyon sok mindenki csinálja egy kicsit, de egy-két év után nagyon sok mindenki abba hagyja. Pedig pont akkor kéne még rákapcsolni, hogy ezek az igazi hullámvölgyek, amikor jönnek, akkor is túl menjünk rajta. Na most ezen tud segíteni az, hogy ha nem vagy vele egyedül, meg esetleg lesznek gyakorló társak, akik körülbelül ugyanúgy akkor kezdtek el gyakorolni, mint te, és akkor tudtok beszélni, esetleg össze tudtok járni, együtt gyakorolni, és akkor ebből lehet egy ilyen nagyon szép praxist kiépíteni. Ha egyedül van vele az ember, akkor mind oly sok mindennel nagyon hajlamosak vagyunk erre vagy arra eltérni, és akkor igazán nem fog segíteni. Azt, hogy a térdem fáj, azt meg tudom magyarázni. Azt, hogy a hátam, azt is sajnál akarom, de hogy a kulcscsontom miért kezdett el fájni, csak úgy, egyik pillanatra a másikra, hát ez számára lehetté. Hát sok minden lehet. Tehát lehet egyszerűen az, hogy fizikálisan nem vagy hozzászokva ehhez az üléshez, illetőleg lehet szomatizálás is. Tehát nagyon sokszor van az, hogy belső feszültséget, haragot, nagyon sokféle érzelmet nem engedünk megnyilvánulni, és akkor valamilyen testi fájdalommal, érzetben jön ez elő. Egyszerű esetekben is lehet ezt tapasztalni, amikor nem folytunk el, mondjuk csak izgulunk, akkor mennyi minden változás következik bennünk, vagy jön létre bennünk. Az ilyen elfolytott tartalmaknál meg szintén szokott ez lenni, hogy elfolytott haragnál, hátfájás, nehézség, és amikor leülsz meditálni, és nem szórakoztatod magad egyéb dolgokkal, tehát nem nézel tévét, nem foglalkozol ezzel az amazzal, nem dolgozol, hanem csöndben ott vagy, akkor ez elkezd följönni, de lehet, hogy nem tud ez olyan gyorsan megnyilvánulni, hogy akkor egyből látod, hogy most igen, éppen elkezdtem nagyon haragudni az emtanítóra, de elfolytottam, úgyhogy akkor most ezt látom, hanem nyilván csak vicceltem, tehát bármi. Általában nem ilyen pillanatnyi dolog ez, valami régebbi. Följön. Mit tudsz ilyenkor csinálni? Egyrészt az, hogy mondjuk a meditációs praxis segítésére testmozgás, jóga, nyújtás, az mindenféleképpen jó. Ezzel lehet a egyébként nem szomatizálós testfájdalmat csökkenteni. Amikor pedig olyan van, ami olyan gyanús, és nem tudod, hogy honnan jön, akkor tovább érdemes menni a gyakorlattal, és hogyha már mondjuk van némi tapasztalatod, akkor lehet konkrétan az adott tünetre vagy fájdalomra ráfókuszálni. Egyrészt például úgy, hogy beleérzel, tehát oda viszed a figyelmedet, amikor lehet oda vinni, hogy ott a fájdalom, fáj a kulcscsontod, akkor ráfókuszálsz arra, és beleérzel. Nem akarod elemezgetni, csak érzed, csak tapasztalod ezt az érzést, hogy mi van ott. Már ez is segíthet, hogyha még inkább akarsz fókuszálni, akkor föltehetsz magadban egy olyan tárgyas kérdést, hogy mi ez honnan jön, a fájdalomra irányítva. És aztán ezzel gyakorolsz. És ez segíti a tudatot arra, hogy engedje ezt megnyilvánulni. És aztán vagy följön valami, vagy nem, vagy lesz beugrik egy emlék, egy érzés, és akkor ezzel arányban lehet, hogy a fájdalom is csökken. Nem biztos, de lehet. De az is lehet, hogy ha csak gyakorolsz, és egyszer csak elmúlik, mert magától valahogy feldolgozta a tudatod. Tehát ezt lehet csinálni. Nem tudjuk valójában megmondani, hogy ez biztos ilyenfajta vagy olyanfajta fájdalom. Mind a kettőt érdemes egyszerre csinálni, és akkor onnan tudod, hogy mondjuk pszichoszomatikus volt-e, hogy csináltad a gyakorlatot, és ha elmúlik, akkor az volt. Ha hosszú távon is nem múlik el, akkor meg inkább valami strukturális probléma, de lehet ilyen így irányított kérdést föltenni. Mondjuk annyit hozzátennék még lábjegyzetként, hogy ez azért
akkor kifejezetten sikeres, hogyha egy picit ez a középpont, tantien fókusz, és ez a térérzékelés, és benne levés a jelen pillanatban valamelyest már megszilárdult. Tehát ugyanúgy van ez, mint a zenélés, vagy a biciklizés, hogy lehet, hogy először, amikor elkezdesz gyakorolni mondjuk zongorán, akkor is egy-két dolgot lejátszhatsz, de még nagyon nehéz. Aztán amikor úgy ráérzel az ízére, meg sokat gyakoroltál, akkor már létesznek egy teljesen idegen kottát, és lejátszod, mert már tudod, hogy van a zongora billentyűje, oda se kell nézned és játszol. Ugyanígy a meditációnál is mindig ott van a jelenlét és az igazság tapasztalat, ez mindig mindenkiben aktuális, csak nem figyelünk rá sokszor, mert annyi minden elviszi a tudatunkat. Minél többet gyakorolsz, annál inkább fogod tudni a kottát lejátszani, anélkül is, hogy oda néznél a kezedre, és akkor annál nagyobb a belső szabadságod és a szabadsági fokait, hogy mit tudsz megtenni ezzel, mire tudod használni a tudatodat, és például ilyenkor lehet, hogy sokkal gyorsabban megy egy ilyen tárgyas kérdés. Csak először legyen meg ez. Tehát az ilyen kérdéseknél, hogy honnan jön ez a fájdalom, honnan jön ez a konkrét dolog, legyen meg először egy jó alap, és akkor utána meg lehet próbálkozni ezzel a kérdéssel. Nem különböző a kettő, tehát azzal, hogy simán csinálod a jelenlét gyakorlatot, azzal is oldódhatnak elfolytások, szomatizálás és egyéb. Tehát érdemes először ezzel kezdeni, és aztán, ha van valami nagyon magas dolog, akkor akár tanítóval konzultálva elkezdheted az ilyen gyakorlást is. Talán lábjegyzeteként megjegyezném, hogy ahogy mondtál, hogy gyakorlás, hogy gyakorolunk. És a gyakorlás, mint a hangszeren is, nem látunk arra, hogy jaj, de szépen zongorázni, mi is akarunk olyan szépen zongorázni, elkezdünk járni zongorra, órára lehet tanulni a zenét, és hát az elején bizony frusztráció, szenvedés, fájó, újabb, mint a gitározásnál, és ilyenkor abba hagyjuk azt, hogy jaj, ilyen, az nem is jó. De általában nem a gyakorlat közben tapasztaljuk meg a gyakorlat gyümölcsét. Tehát az, hogy most egy napig gyakoroltunk zent, az lehet, hogy már valamit fog mutatni, de általában maga a gyakorlás egy idő után kezd mondjuk kellemesebbé válni. Tehát nem kell megírni attól, hogy az elején ilyen mindenféle furcsa dolgok vannak a testben, tudatban, lélekben, érzetekben. Később ez felhasználható. És még lehet a lábjegyzetre is. A gyakorlás viszont később is nagyon fontos. Itt vagy Liszt Ferenc, vagy Jasa Heifetz mondta, vagy mind a kettő, lehet, hogy Jasa Heifetz olvasta Liszt Ferenc mondását. Mind a kettő ez jobban hallottam már. Ez volt eddig a lényegtelen rész. Híres zenész, és azt mondta, hogy ha egy napig nem gyakorlok, akkor azt már megérzem az előadás során. Ha két napig nem gyakorlok, akkor a kritikusok észreveszik, hogy valami gond van. Ha három napig nem gyakorlok, akkor már a közönség is észreveszi, hogy valami gond van. Tehát kicsit így van ez ezzel a zen gyakorlással is. Sung San zen mester, akit hát igazán nem lehet azzal meggyanúsítani, hogy nem tette bele magát a gyakorlásba, és már 20 évesen nem ért el komoly dolgokat. Egész életén át, amíg tudta fizikálisan, minden reggel megcsinált nagyon-nagyon-nagyon sok leborulást. Akkor is, hogyha utazott, akkor is, ha nem utazott, sőt, még amikor kórházba volt, akkor is egyből fölébredt, a motoros ágyát fölhúzta, és akkor elkezdte az éneklést, vagy a meditációt, vagy bármit. Tehát pedig zenmester volt, úgymond, aki lehetne mondani, hogy ő már megvilágosodott, már ez meg a... Nem. Minek? Minek gyakorolni. És mégis. Tehát a gyakorlás az jó, ha velünk van egy életen át. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tartható meg a mindennapos akarat? Mi az a mindennapi akarat?
Nem tudom. Na akkor ezt tartsd meg. Ezt már nem tudom. Mindig fókuszálj a következő pillanatra, és csak tedd, ahogy ezt már sokszor hallottuk. Ne morfondíroz rajta túl sokat. Ez azt jelenti. Ez nem egy az, hogy ne gondolkodj, de amikor azt érzed, hogy ilyen bizonytalan vagy, vagy nem is tudod, hogy milyen irányba menjél, akkor biztos, hogy morfondírozol. Érdemes egyébként, ha az akarat vektort szeretnéd erősíteni, érdemes keresgélni abban, hogy mit szeretsz csinálni, mibe tudsz hinni, miért tudsz lelkesedni. Ez bármi lehet, ezt neked kell tudni. De amint megtalálod azt, hogy miért, vagy még jobb, hogy kiért, kikért teszel valamit, akkor meg lesz az akarat. Amikor nincs meg ez a célképzet, ez most nagyon csomó az, hogy most volt, ez az ő szava, de ha nincs meg ez a célképzet, hagyd el a testét. akkor nem tudod a karmát falát lebontani, és nem tudsz a karmát falának tégláiból utat építeni, ahogy a nagymester szokta mondani. Honnan szó, hogy zenmesterről beszélek. Tehát legyen meg a tiszta célképzet, és akkor lesz az akarat is. És ha több célképzet van, akkor az akarat is osztódik. Osztódik, igen. Nem baj egyébként, hogy a több mindent csinálsz az életből. Ha realitás talaján maradunk, akkor jó, ha van egy fő csapás irány, amiben beleadsz mindent, és akkor attól függ, hogy mi az a másik néhány, majd meglátod, majd alakul, hogy miből megy ki az energia, merre fele megy az energia, de ha meg találd meg az, ami lelkesít, amiért izzani tudsz, lángolni tudsz. És akkor meg lesz az akarat. Lehetőségeket is érdemes kipróbálni. Egy idő után érzi ezt az ember, hogy mi az, amiben hogy igazán benne tud lenni. Ehhez ki kell sok mindent próbálni. A lényeg az viszont, hogy próbáld ki. Tehát, hogy amíg csak gondolkodsz róla, hogy ez is lehetnék, meg az is lehetnék, meg amaz is lehetnék, addig nem tudod, és egy életet le lehet abban élni, vagy tölteni, hogy hát olyan örök ígéret maradsz. Hogy ez is, és különösen egyébként akkor fönnáll ez a veszély, hogy sok minden érdekel, vagy sokféle képességed van. Hát akkor nem merünk választani, de örök ígéretnek nem jó maradni, mert az attól biztos, hogy depressziós leszel egy idő után. Úgyhogy tegyél próbát, dobd bele magad, úgy, hogy az ember is bedobtad magad, hogy akkor most eljössz és meditálsz. És akkor majd kiderül. Az is egy nagyon fontos tapasztalat, hogy nem. Tehát például akkor is nagyon jó a zen gyakorlás, hogyha valakinek az a tapasztalata, hogy nem, inkább nem ezt, hanem valami más. Csak legyen megcsinálva az a dolog, legyen meg a tapasztalás, és akkor onnantól kezdve beáll egy irányba az a hajó, és meg szépen fújja a szél, a jó szél. Vagy dobj fel egy pénzt, és amikor kijön a választás, akkor majd kérdezni fogod, hogy ezt akartad, hogy kijöjjön, vagy nem ezt akartad, hogy kijöjjön. Már nem így, hogy mit akarsz. Köszönöm. Érdekelne, hogy az oltárna, Buddha körüli tárgyaknak, céduláknak, edényeknek mi a jelentőségük? Miért vannak ott? Beszélnek. Ha megnézzük, akkor ennek van három szintje, aminek a legfelső szintjén van a Buddha, az, ami a csúcs, a legfelsőbb érték, ami felé törekszünk, és hát aztán vannak mindenféle tárgyak, amelyeknek megvan a helye, itt a víz és a füstölőtartó, itt az alsó szinten meg a gyertya, ott van, akkor második szintre szoktuk rakni a felajánlásokat, például ugye a rizs, ami a tételfelajánló szertartásra a teljes ételt szimbolizálja, és akkor azt odarakjuk.
Aztán vannak ilyen kártyák, ezek pedig Guanxiang Mószál és Zhijiang Mószál kártyák, amelyet ki lehet akkor rakni, hogyha szóltok nekünk, hogy énekeljünk valakikért, és akkor ez is a hagyomány része. Guanxiang Mószál kártyára ki lehet írni a nevét annak, aki mondjuk beteg, vagy nehéz helyzetben van, és akkor érte is éneklünk, és akkor az ott tudatosítva van, hogy érte is éneklünk. Ezt otthon is megteheted egyébként, hogy ha szeretnél valami családtagod, ismerősödért énekelni, mert mondjuk beteg, akkor kiírod a nevét, vagy kiteszed a fényképét, és akkor végzel éneklést érte. És akkor lehet ilyen fajta mantra energiát küldeni felé, most nevezzük így. Zsizsangószág kártyák pedig az eltávozottakért kerülhetnek ki, és akkor 49 napig kint van, és akkor szintén az éneklések értük is zajlanak. Ez lehet külön kérése, hogyha a hozzátartozó szeretné, akkor természetesen kitesszük, és akkor az ott van. Úgyhogy a kártyák pedig ezért vannak itt, és hát egyéb díszítéseket pedig természetesen lehet kirakni, mint virág. Hozzatok virágot, hogyha szeretnétek szép virágos oltárt látni. Általában ilyen adomány jellegű dolgok oda kerülnek. Röviden ez, és az oltárt itt is, és a kankákat is körülbelül úgy használja a hagyomány, mint ahogy ez a az ikonoknál is van, vagyok a keleti kereszténységben, hogy így fogják föl, mint egyfajta ilyen kapu azok felé, a minőségek felé, vagy a felé, a világ felé. Itt mondjuk inkább ugye minőségek, tudati minőségek, tiszta tudat, együttérzés, a Mahajána ezeket megszemélyesíti. Guanxiang Mószál alapja például az a tudati minőségünkből az együttérzés, amely mindannyiunkban benne van. Egy segédeszköz, egyszerűen emberek így működünk, hogy jól látni valamit ott, ami felé odafordulhatunk, ami segít minket abban, hogy ez a minőség bennünk is megvalósuljon. Tehát ez a célja például egy ilyen éneklésnek, és Guanxiang Mószált éneklünk, nagyon jó persze, maga az éneklés is, de ha sokat énekeljük, akkor ez a minőség, a mantra információ tartalma megjelenik bennünk, és jó érzés valami felé énekelni, mert segít az elménknek. Úgyhogy alapvetően ezt a funkciót is ellátja minden ilyen kép, minden ilyen oltár is. És ennek megfelelő tudatossággal és cizelláltsággal bánunk a füstölővel, a felajánlással, hogy meglegyen ennek a kerete, mert keretek nélkül elég nehezen működünk. És az elemek is jelen vannak az oltár, hogy a tűz, víz, levegő, fa, fém, ezek mind megvannak ennek az elrendezése. Imént volt egy kérdés a sámánizmusról, hogy ez is így átjön általában, mint hogy a kereszténységben is általában a régi, tehát mondjuk a karácsony, meg a húsvét, az sem a kereszténységben született. Általában ezek a régi hagyományok szépen beépülnek, mint hogy Amitázok útra például a végtelen tér és időbuthája, az is egy olyan megfoghatatlan, amit áthoztak, valamit nevet adtak neki, és akkor ezt a végtelen teret térbe helyezték nagyon a finák módon, hogy lehessen hozzá énekelni a náma, amit tanult. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a kérdéseket. Örülünk, hogy együtt gyakorolhattunk, és reméljük, hogy fogunk még sokat együtt gyakorolni. És eljönni.